A profitaság ajándéka és Ellen White élete. Szép délutánt mindenkinek, örülök, hogy ismét veletek lehetek ezen a délutánon. Folytatjuk a tanulmányinkat a Szentírásból, a profitaság ajándékára nézve. Mit mond a Szentírás a profitaságról, a profitákról? Ma délelőtt a Szentlélek szerepét tanulmányoztuk a profitasággal összefüggésben. Láttuk azt, hogy a Szentlélek nagyon szoros összefüggésben áll a profitaság ajándékával. Valahányszor a proféták profitáltak, a Szentlélek mindig kivette részét ebben a munkában. Aztán megfigyeltük a Szentlélek hatását a proféták tapasztalatára nézve. Amikor a Szentlélek leszállt egy profétára, megnéztük, hogy a Szentlélek jelenléte hogyan nyilvánult meg a proféta tapasztalatában. Min ment keresztül a proféta, amíg a Szentlélek befolyása alatt volt. Keressünk meg a Szentírásban egy nagyon fontos igeverset a Dániel könyvében, Dániel könyve 10. fejezetében, ahol megfigyeljük a Szentlélek munkának leírását Dániel életében, amint látomást lát. Keressük meg tehát Dániel könyve 10. fejezetét, és kezdjük olvasni a 8. fejezetétől. Figyeljük meg, és én egyedül hagyattam és láttam ezt a nagy látomást. Dániel tehát látomásban volt, és így folytatja, és semmi erő sem marad a bennem, és orcám eltorzula, és odalőn minden erőm. És hallám az ő beszédének szavát, és mikor hallám az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra esém, és pedig orcámmal a földre. Miért kérem azt, hogy ezt figyeljétek meg? Dániel könyve 10. fejezetében Dániel leírja azt, hogy hogyan lépett be a Szentlélek az ő életébe, akkor, amikor látomás alatt volt. Amit ebben az igeversben megfigyelhetünk, az, hogy elveszítette az ő erejét és az ő öntudatát. Az angol fordítás úgy említi ezt, mint aki álomban volt. Tehát összeesik, elájul, álomhoz hasonló állapotba kerül, és a padlón hever. Aztán a 17. versben folytatja, és mi módon szólhat ezzel az én uramnak, és mi módon szólhat ezzel az én urammal, ennek az én uramnak szolgája, hiszen bennem attól fogva nem áll meg az erő, és lélegzet sem marad a bennem. Figyeljük meg, hogyan írja le Dániel az ő tapasztalatát a látomás ide alatt. Nem lélegzett. Gyakorlatilag lélegzet sem marad benne, mert a Szentlélek munkálkodik ő benne, és látomást ad neki. Utána a 18. versben olvassuk, és ismét illete engem az emberhez hasonló, és megerősíte engem. És mondta, ne félj te, kedves férfiú, békesség néked, légy erős, és bizony erős. Mi történik itt? Dániel elveszíti az ő erejét, öntudatlanul leesik a padlóra, mint egy álomban, és nem lélegzik. Mégis isteni erőt kap. Isteni erőt kap a Szentlélektől ez a törékeny férfiú Dániel. Sőt, bátorítja őt az, akit lát, légy erős és bizony erős. És mikor szól a velem, folytatja, megerősödém és mondék, szóljon az én uram, mert megerősítél engemet. Van itt valami fontos, amit meg kell jegyeznünk. Még ha le is van írva itt néhány fizikai jelenség, ami a prófétát jellemzi, nincs bizonyíték a
Nincs bizonyíték a Bibliában arra, hogy minden egyes alkalommal ezek a jelenségek lejátszottak. Dániel leírja ezeket. Tudjuk, hogy voltak más proféták is, akik ezekről írnak, de általában nincs leegyezve, nincs bizonyítékunk arra, hogy ez mindig így történt volna, hogy elveszítették volna az erejüket és az öntudatukat. Dániel leírja azt is, hogy néha éjszaka álmodott, éjszakai látásokat látott, már tehát aludt, akkor, amikor a Szentlélek leszállt rá és szólt hozzá. Például Dániel könyve 7. fejezetében. Keressünk meg egy másik ige szakaszt, ahol Ezékiel nagyon érdekes tapasztalatát olvassuk. Az Ezékiel könyve 8. fejezetében olvassuk a leírást a Szentléleknek az ő elmére gyakorolt hatásáról. Több igét is olvassunk Ezékiel 8. fejezetéből. Kezdjük az első verssel, hogy megértsük a körülményeket. És lőn a 6. esztendőben, a 6. hónapban, a hónap 5. napján én ülök vala házamban, és Júda vénei ülnek vala előttem, és esik rám az Úr Istennek keze. Hol volt Ezékiel, amikor ezen a tapasztalaton átment? Nem az érdekel bennünket, hogy milyen országban vagy városban történt. Tudja valaki, hogy hol? Tudjuk azt, hogy fogságba vitték, és Babilonban volt. Azt mondja, hogy ül a saját házában, Babilonban, és figyeljük meg, mi történik. És láttam, és íme valamint egy tűznek formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé, valamint a fényesség, mint az izzó érc. Egy mennyi angyal jön hozzá, azt mondja, fényes, mint a tűz, és kinyújtja egy kéz formát, és megragad engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek, a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe. Hová? Melyik a város? 3. versben olvassuk, Jeruzsálembe. Valami nagyon fontosat figyeljünk meg, mert visszatérünk Ellen White tapasztalatához, és ezen a héten később látni fogjuk, hogy hogyan történt meg ugyanez Ellen White-tal több alkalommal is. Itt van Ezékiel, ül az ő házában Babilonban, és a gyülekezet vénei meglátogatják. Képzeljétek el tehát egy nagyobb nappali szobát, ahol Ezékiel beszélget Izrael vezetőivel a saját házában. És egyszer csak azt mondja, egy kézforma megragadta az ő üstökét, az ő haját, fölemelte, és elvitte Jeruzsálembe, az északi kapuhoz. Hány mérföld, hány kilométer van Babilontól Jeruzsálemig? Nagyon hosszú az út. Ha Jeruzsálemet rögzítjük a térképen, akkor felfedezzük, hogy Babilon több száz kilométerre keletre található. Ezékiel tehát elveszíti az ő öntudatát, megragadják az ő hajától fogva, és több száz kilométerre elviszik. Ha elolvassátok a helyzet, a fejezet hátralevő részét, látni fogjátok, amit Isten körbe vezeti a templomban, és látja, amint sokan háttal a templomnak, arccal a nap felé fordulva álmodják a napot. Egyéb érdekes dolgokat látunk még itten, az 11. versben. És 70 férfiú Izrael házának vénei közül, ezek közepette Jaazániához Sáfán fia állvala előttük, mindenik a maga tömjénözével kezében, s a füstölőszer felhőnek illata szávala fel,
Majd a 12. vers, és mondánékem, láttad -e embernek fia, Izrael házának vénei mit cselekszenek a sötétben? Ki ki az ő képes házában? Mert ezt mondják, nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet. Emlékezzetek arra, amit olvashatok Ezékiel 8. fejezetét, hogy ezt ő látomásban látta. Egész idő alatt ott ült az ő babiloni házában, de az ő látomásában több száz kilométerrel arrébb volt, Jeruzsálemben. Megy körbe a városban, figyeli a különböző rajzokat, jeleket az épületek falain, látja, amint az emberek hátat fordítanak Istennek, és sok más utálatos dolgot, amit cselekesznek. Ez mind látomásban történt. Ez mind akkor történt, amikor Ezékiel a saját házában ült Babilonban, de látomásban ott volt Jeruzsálemben. Megígértem, hogy néhány érdekes esetről számolok be majd Ellen White életéből a hét folyamán. Ellen White is látott álmokat, de nem egyszer látomásban a lélek átvitte őt az óceánon Ausztráliából Battle Creekbe, ahol végighallgatott egy prédikációt, amelyet egy adventista lelkész tartott Battle Creekben, és később ír is arról, amit ott hallott, és beszámol a lelkésznek arról, hogy mit hallott. És ez a levél pontosan azon az estén érkezett meg, amelyik napon a lelkész tartotta a prédikációt. A levelet pedig föl kellett adni több héttel azelőtt. A lélek azonban átvitte őt az óceánon, hogy meghallgassa a prédikációt, amit később tartottak meg Battle Creekben. Ezért mondjuk, hogy Ellen White tapasztalata nagyon is hasonlít az Ezékiel által leírtakhoz. Ez a hatása a Szentléleknek a profétákra. Vizsgáljuk meg a proféták munkának egy másik vetületét. A proféta mindenek előtt szeretném, ha megjegyeznék, milyen viszonyban áll az üzenettel. Amikor a proféta Istentől üzenetet kap, nem mindig érti. Figyeljük meg, amit Dániellel történik. Dániel könyve 8. fejezet, 27. vers, Dániel 8:27. Dániel egy nagyon fontos látomást kap, a legfontosabb proféciák egyikét. Nézzük meg tehát a 27. verset, és én, Dániel, mit mond, miután látta a látomást? És én, Dániel, elájulék, és beteg valék néhány napig, de felkelék, és a király dolgát végezém, és álmélkodám ezen a látáson, de senki sem értette. Más szavakkal élve, amikor a proféták látomásokat kaptak, gyakran nem értették azoknak jelentését. Amikor Isten titkokat bizott rájuk, nem mindig értették azt. Később kaptak más látomásokat, amelyekben megmagyarázzák. Úgy, ahogy Dániel is később kapott látomásokat. Azonban nagyon sokszor nem értették meg azonnal, ami történik. A proféták üzenetét Isten különböző módon továbbította. Amikor a proféta egy látomást kapott, utána kapott egy másik üzenetet, amelyikben megparancsolta Isten, hogy mondja el a népnek. Az üzenetet különböző módon kellett továbbítani. Jeremiás például egy levelet írt. Ez egy módszer, amelyet a proféták gyakran használtak, hogy közöljék az üzenetet. Ezékiel nem kevés alkalommal példabeszédeket, történeteket használt fel, hogy továbbadja az isteni üzenetet. Péter apostol Cselekedetek könyve második fejezete szerint felállt, és egy nagyon szép prédikációt tartott, amelyben továbbadta az üzenetet, amit Isten rábízott. Pál apostol számos levelet írt, amelyek ott vannak a Szentírásban. Ott van Efézus, Filippi, Kolossébelekhez írott levél, számos levél.
Nem kevés alkalommal egy irodeákot, egy titkárnőt használt fel, hogy segítsen neki az írásban. Ezután természetesen a proféták számos alkalommal a proféták üzenetet közvetítettek, de az üzenetet nem foglalták bele utólag a Bibliába. Használok egy kevésbé megszokott kifejezést, ezek nem kanonikus proféták, non-kanonikus. Ezek nem írtak könyveket, vagy írtak könyveket, de nincsenek benne a Bibliában. Az ilyenekhez, tehát akiknek könyve nem lett belefoglalva a Bibliába, ezeket nem kanonikus profétáknak nevezzük. Ellen White ugyanígy számos könyvet írt, de ezek nincsenek belefoglalva a Bibliába, őt nem kanonikus profétának nevezzük. Számos ember írt könyvet, amelyek ihletettek is, de ezek nem kerültek be a Bibliába. Hadd adjak nektek két példát, később ezekkel még foglalkozunk. 1 Krónika 29:29 beszél két profétáról, akiknek könyveit nem találjuk a Bibliában. Kik ezek? Az egyik Nátán, a másik pedig Gád. Mindkét proféta írt könyveket, de ezek nincsenek benne a Szentírásban. Hadd adjam meg két másik személynek is a nevét, akik könyveket írtak, és akiket profétáknak neveznek. 2 Krónika 12-14-ben találjuk őket. Az egyik volt Semája, a másik pedig Iddó. Írtak könyveket, ihletett könyveket, de ezek nem kerültek be a Szentírásba. Fontos számunkra tudni azt, hogy még a Szentírásban is Isten felhasznált nőket, ugyanúgy, mint férfiakat. Meg tudná adni valaki egy olyan nőnek a nevét, akit Isten profétai küldetésre hívott el, akár az Ó, akár az Új Testamentumból? Például Hulda. Rá is a Szentírás úgy utal, mint profétára. 2 Királyok 22-ben. Tudna valaki más szemét is említeni, akit Isten elhívott, hogy üzenetet továbbítson a népnek? Van valaki más? Például Miriam, Mózes testvére. 2 Mózes 15-ben olvassuk, hogy őt is profétának hívta el Isten. Aztán ott van az Új Testamentum. Ott van Anna, Lukács második fejezetében. Vagy ott van Filipnek, a diakonusnak a leánya. Cselekedetek könyve 21. fejezetében olvasunk róla, olvasunk a Bibliában még Deboráról is, a Bírák könyvében, akire a Szentírás szintén úgy utal, mint profétanőre. Isten nem mindig férfiakat választott, hogy az üzenetét továbbítsa a népnek. Foglalkozzunk most az Új Testamentummal és egy profétával az Új Testamentummal. Beszélgessünk egy kicsit az Új Testamentumi profétaságról. Az egyik, akivel elsőként foglalkoznunk kell, az Keresztelő János. Máté Evangélium a 11. fejezetéhez lapozunk. Jézus valami nagyon érdekeset mond Keresztelő Jánosról. Máté 11:9. Jézus Krisztus mondja ezeket. Azt mondja az embereknek, hát mit látni mentetek ki, Keresztelő Jánosra utalva, akik kimentek János látni? Hát mit látni mentetek ki, profétáté? Bizony, mondom néktek,
prófétánál is nagyobbat, mert ő az, akiről megvan írva. Imén elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Jézus Krisztus az unokatestvéről beszél. Emlékszünk arra, hogy ez neki első unokatestvére volt. És amikor keresztelő Jánosról beszél, profétaként említi őt, mint egyik a legnagyobbak közül, mivel ő készítette az utat Jézus Krisztusnak. Ez engem arra emlékeztet, amit olvasunk a Mózes 5. könyve 18. fejezetében is, amikor azt mondja Mózes, hogy Isten majd egy profétát hív el, aki Jézus Krisztus lesz. Saját magáról is profétaként beszél. Sőt, arról is beszél, hogy profétákat küldött eddig. Jézus Krisztus tehát az ige, aki Isten üzenetét továbbítja az emberek felé. Jézus Krisztus a profétai státusnak a legmagasabb színvonalát képviseli. Menjünk tovább, és foglalkozunk a profétasággal az Új Testamentumban. Arra, amit azonban elmondtunk eddig, gyakran még visszautalok. Keressük meg az Efézusi Levél 4. fejezetét. Pál levelet ír az efézusi gyülekezetnek, a 4. fejezethez lapozunk, a 8. vershez, ahol a következőket olvassuk. Efézus 4:8. Ez okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogba, és adott ajándékokat az embereknek. Az igevers második felére figyeltek jól oda. Amikor tehát fölment a mennyekbe, lenézett az ő 12 gyenge törékeny tanítványaira, akik hozzánk hasonlók voltak, gyarlók, gyengék, de ők lettek az egyháznak alapjai. Amikor tehát visszament a mennybe, ajándékokat adott az egyháznak. Milyen ajándékokat? Keressük meg a Szentírásban. Gyakran nem úgy gondolunk arra, amiről olvasni fogunk, mint ajándékokra. Lássuk, mik ezek az ajándékok. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Efézus 4:11. Ezek az ajándékok, amelyeket adott Isten Jézus Krisztus által az egyházának. Emlékezzünk arról, amit a múlt előadáson hallottunk. Azért adott Isten ajándékokat az embereknek, mert remélt, hogy ezzel segít és áldására lesz nekik. Melyen ajándékokat adott Isten az egyházának? Némelyeket hívott apostolokul, másokat profétákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul. Ezek azok az ajándékok, legalábbis egy részük, amelyeket Isten adott az egyháznak. Ezen a héten a profétaság ajándékával foglalkozunk kimondottan, amelyet Jézus adott az egyháznak. A következő kérdés a következő. Miért adta az egyháznak ezt az ajándékot? Mit remélt, hogy ezáltal ennek az ajándéknak a segítségével az egyház véghez visz? Miért hívott el profétákat? Mit kellett tennie a profétáknak? A 12. versben olvassuk, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, tehát annak erősítésére.
Míg eljutunk mindnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Nagyon tetszik nekem ez az igevers. Jézus Krisztus azért adta ezt az ajándékot, hogy segítsen rajtad, rajtam, az egész egyházon, hogy minél inkább hasonlítsunk Krisztusra. Ezt sosem szabad elfelejtenünk a profitasággal kapcsolatban. Némelyek tévesen használják a Ellen White írásait, holott azokat azért Isten azért adta, hogy az egyház erősebb legyen és jobban hasonlítson Krisztushoz. Azért adta ezeket az ajándékokat, hogy segítse az egyházat az ő küldetésének véghezvitelében, hogy egységet hozzon az egyházba, és azért, hogy segítsen jobban megérteni az egyházat. Jegyezzünk meg azonban egy másik igeverset, amely beszél arról, hogy kik a proféták és hogyan viszonyunk hozzájuk. 1 Tesszalonika, 5. fejezet, 19. és 20. versek. Ebben a levelében Pál apostol tanácsot ad az egyháznak, gyülekezetnek. 1 Tesszalonika 5, 19 és 20. A lelket. A lelket meg ne oltsátok. A profétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Megfigyeltétek ezt az igeverset? Meg kell próbálnunk a profétákat. Bárkit, aki közénk lép, és azt mondja, hogy proféta. Nem szabad senkinek hinni, csak azért, mert előáll, és azt mondja, hogy ő proféta. Azt mondja a Szentírás, hogy próbáljuk ki őket. Ne higgyük el azonnal, hogy azt, amit magukról mondanak. Ma délután foglalkozunk Jeremiással is, aki beszél arról, hogy mennyi hamis proféta volt az ő idejében. Hányan mondták, hogy látásuk volt, üzenetük az egyháznak, holott hazudtak. Nem volt semmilyen üzenetük az egyháznak. Pál apostol azt mondja, ne oltsátok meg a lelket, próbáljátok meg, és hogyha valódinak bizonyulnak, akkor tartsátok meg. Ne dobjátok el őket, ne kicsinyeljétek le őket. Kapaszkodjatok bele, tartsátok meg azt, ami jó. Nézzük meg, hogy milyen szerepe van az Új Testamentumban a profétasság ajándékának. Szükséges jobban megértenünk a profétaságra vonatkozó szavakat az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben a proféták néha a jövőről profétálnak. Mi pedig azt hiszük, hogy a proféták mindig erről beszélnek. Holott vannak olyan proféták is, akik soha nem beszéltek a jövőről, de még ekkor is Istentől jövő üzenetet továbbítottak. Cselekedetek 11-ben olvasunk például arról, hogy előrejeleztek a proféták nehézségeket az egyház életében. Néha a proféták bátorították a gyülekezetet, hogy a külmisszióban fáradozzanak távoli területeken. Emlékszünk Cselekedetek könyve 13. fejezetének 1-2. versére, ahol olvassuk azt, hogy hogyan küldtek el misszionárusokat távoli országokba. Cselekedetek 13, 1 és 2. A harmadik pont a következő, a proféták néha jóvá hagyták és bátorították az egyház tagjait abban, hogy elfogadjanak vagy elutasítsanak újabb hitelveket. Tehát ők jóvá hagytak bizonyos hitelveket, és irányították a tagokat abban, hogy elfogadják az igazságot.
Cselekedetek könyve 15. versének 32. 15. fejezet 32. versétől kezdve olvashatjuk ezeket. Sokszor a proféták erősítették és vigasztalták a gyülekezetet. Lelki irányítást adtak nekik, és segítettek nekik felismerni az irányt, amelybe haladnia kellett az egyháznak. Ezeket mind az Új Szövetségben találjuk. Végül, de nem utolsó sorban, az Efézusi levélben olvassuk, hogy milyen ajándékokat adott Isten, hogy egyesítse a hívőket a hitben és Jézus ismeretében. Jézus Krisztus minél jobb ismerete segítette az egyházat abban, hogy minél jobban hasonlítson hozzá. Menjünk tovább, amint lassan végéhez közeledik a mi tanulmányunk a profitaság lelkéről a Bibliában. Nézzük meg, milyen szerepe volt a profitaság ajándékának a bibliai időkben és a végidőben. Erről egy kicsit többet beszélünk majd. Nem tudom, hogy itt Romániában hogy áll a helyzet, de tudom, hogy vannak más felekezetű hívők, akik szerint az Új Testamentum megírásának idején a profétai hivatás egyszer s mindenkorra véget ért. És amikor a Biblia utolsó könyvét megírták, ezek a felekezetek állítják, hogy ezután az ide után semmilyen profécia, semmilyen proféta nem lesz. Mit mond a Szentírás, nem lesznek proféták az utolsó időben, mielőtt Jézus eljön? Figyeljük meg, mit mond a Szentírás erről. Joel könyvéhez lapozunk, a második fejezethez. Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Joel, második fejezet, Joel 2, 28. Joel proféta szavét olvassuk, aki körülbelül 800 évvel Krisztus előtt élt, és hogyan írja le azt, hogy mi történik majd a jövőben. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, figyeljük meg, hogy a Szentlélek végzi el ezt a munkát. Kiöntöm lelkemet minden testre, és mit fognak tenni? És profitálnak a ti fiaitok és leányaitok. Véneitek álmokat látnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányakra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Milyen napokról beszél itten Joel? Emlékszünk arra, hogy pünköstkor Péter pontosan ezeket a szavakat idézte, amikor ez a profécia részlegesen beteljesedett, amikor a pünkösd eljött. Azonban valamit olvasunk még ottan, amikor a Szentlélek leszállt, és Péter prédikálni kezdett, ott még nem olvasunk sem álmokról, sem látomásokról. Azért, mert ez az igevers, az igevers végső beteljesedése Jézus Krisztus eljövetele előtt fog megtörténni. A 30. versben olvassuk, és csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljö az Úrnak nagy és rettenetes napja. Más szóval, milyen időkre utal? Arra az időre, amely az Úr nagy és félelmetes napja alatt előtt lesz közvetlenül, amikor a nap elsötétül, a hold vérre változik, eszetekbe jut más ige szakasz, ahol ugyanezeket a jeleket találjuk? Nézzük meg Máté evangélium a 24. fejezetét, let's notice the sign that is mentioned here.
Nézzük meg, milyen jelekről beszél Máté 24, 29. vers. Jézus Krisztus az a második eljöveteléről beszél. A 29. versben így olvassuk, mindjárt pedig ama nyampok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. És a csillagok, az Úr Jézus hozzáad újabb jeleket, és a csillagok az égről lehullanak. És majd a 30. versben olvassuk, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhében nagy hatalommal és dicsőséggel. Mikor fog ez megtörténni? Micsoda csodálatos nap lesz az, amikor a föld összes népei, minden törzs, az egész világon, majd meglátja Jézus Krisztus visszatérését az ég felhőiben. De mielőtt ez megtörténik, figyeljétek meg, Jézus azt mondja, hogy a nap elsötétül, a hold sem mondja fényét, a csillagok lehullanak. Ezek a jelek Jézus második eljövetelével függenek össze. Amikor tehát visszatérünk Joel könyvéhez, úgy olvassuk, hogy Isten kiontja, kitölti az ő lelkét, az ő nagy és félelmetes napja előtt az ifjak látomásokat látnak, lányok álmokat álmodnak. Tehát ebből látszik, hogy az ő egyháza megkapja a profétaság ajándékát röviddel Jézus Krisztus visszatérése előtt. Azért mondjuk, hogy a profétaság ajándéka nem szűnt meg a Biblia utolsó könyvének megírásakor. Mert itt vannak ezek a jelek, amelyeknek idejében azt mondja Isten, hogy látomásokat és látásokat ad. Olvastuk azt, hogy ha az Úrnak profétája van közöttünk, akkor majd látásban vagy látomásokban, álmokban kijelenti magát annak. Egy másik igevers, amelyet szeretnék még elolvasni, mielőtt ezt az előadást végighallgatjuk. Jelenések 12, 17. vers, nagyon ismerős számunkra, az adventisták számára. Jelenés 12, 17. Mit mond? Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozik egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala Jézus Krisztus bizonyságtétele. Hadd kérdezzek valamit. Ebben az igeversben kit képvisel a sárkány? Kit jelképez? Ki volt a sárkány? Jelenések 12-ben. Ha picit fennebb megyünk, a 9. versben olvassuk, és vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Jelenések 12-ben, tehát a sárkány, sátánnak a szimbóluma, ugyanígy a 17. versben megharagúvék a sárkány, 17. vers, ki az asszony? A 12. fejezetben az asszony az egyházat jelképezi. Az idő vége előtt tehát sátán nagyon megharagszik Isten népére, és két jelenvonást találunk itt Isten népéről. Megtartják az Isten parancsolatait, ez az egyik tulajdonsága. Nézzetek körül, hogy kik azok, akik ebben az időkben megtartják Isten parancsolatait. Nem azért, mert a mennybe akarnak jutni, hanem azért, mert szeretik Jézust. Jézus pedig azt mondja, ha engem szeretek, az én parancsolataimat megtartsátok. A második jellemző pedig, náluk van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? Csak két igét vizsgáljunk meg. Mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? Az első ige szakasz jelenések 19.10-ben van,
Olvassuk át gyorsan, Jelenések 19:10. János azt mondja, és leborulék annak lába előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd, ne tedd. János térdre akar borulni, hogy imádja az angyalt. Jelenés 19:10-ben úgy olvassuk, és leborulék annak lába előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatásod vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, ne engem mondja ő, Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele, figyeljetek meg, mondjátok együtt velem, a prófétaság lelke. Hát nézzük meg közelebbről ezt az igeverset, valami fontosat akarok mutatni. János azt mondja, leborulék az annak lába előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatásod vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétasság lelke. Még egy igeverset kell megvizsgálnunk. Jelenések 22, 8 és 9. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lába előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Az pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok néked és a te atyád fénak, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Az Istent imád. Miről szól ez az igevers? Ha megnézzük a képernyőn kivetített összehasonlítást, Jelenés 19, 8 és 9, térdre esém, hogy imádjam az angyalt, ő azt mondta, ne tedd, szolgatásod vagyok, testvéred, és a prófétáknak. Istent imád. Ha megvizsgáljuk a két oszlopot, két hasábot, mit vesztek észre, mi az, ami fontos? Melyek azok a szavak, amelyek különböznek Jelenés 22 és Jelenés 19 között? Jelenés 19-ben úgy olvastuk, szolgatást adjuk neked és a test atyád fiainak, akiknél van a Jézus bizonyságtétele. 22-ben pedig úgy olvassuk, szolgatással vagyok neked és a prófétáknak. Úgy olvassuk tehát, hogy akiknél van a Jézus bizonyságtétele, azok a proféták. Mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. A Biblia emlékeztet bennünket arra, hogy a proféták Isten népe felé továbbítják Jézus bizonyságtételet. Emlékeztek, mit mondtunk az előző előadáson? Hogy a proféta Isten szája. Ő átadja az üzenetet a profétának, az pedig a Jézus bizonyságtételét továbbadja az egyháznak. Jelenés 12:17-ben, tehát amikor úgy olvassuk, hogy az utolsó időben lesz egy nép, amelyik megtartja a profétas, az Isten parancsolatait, rendelkezni fog a profétaság lelkével is. Isten egy népet fog a világ népei közül kihívni, az egész világon, Romániából, Ausztráliából, az egész világról, akik majd megtartják Isten parancsolatait, és náluk lesz a profétaság ajándéka. És őket Isten megtiszteli azzal, hogy elhívja és felemeli. A következő előadáson egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk a profétaság lelkével kapcsolatban. Hogyan próbáljuk meg a profétákat? Honnan tudhatjuk, hogy a profétaság ajándékának valódiságában állnak. Isten áldjon benneteket!